Te tudod, minek a rövidítés A KDT? KFT? Persze, Korlátolt felőségű Társaság. KDT! Ja, mondjuk ezt én is se tudom, basszus, de találtam a neten egy pár ö, magyarázatot rá. Valamelyik biztos? sziasztok, Simon Dájd vagyok, az első magyar zene megfejtő, és hála az égnek az eheti albumnak a másik fő motivuma a dekódolásra váró ö, eleme, az a 6000 szám, ö, ami hát igazából ugye Kolgétnek, a szülővárosának, Kecskemétnek az irányító száma, azt mondjuk nem volt olyan nehéz arra rájönni, mint arra, hogy ö, mit jelent a KDT, ami a a heti albumunk, és ami kolgétnek a második nagy lemeze. Kereti. Maradjunk a számmisztikánál, és hát Colginak, Colgi, így hívni, szóval colgate az előző albumán ugyancsak megjelent egy, egy szám, ami folyamatosan visszatért, már a cover is rajta volt, a borítón is rajta volt, ez a 47, meg a, meg a zenéjébe is megjelent, ez a 47-es, és hát mondjuk annyi összefüggést tudok hozni az mostani albumhoz, hogy, hogy a, amennyi a különbség a 6000 és a 47 között, kb. annyival jobb album a KDT, mint a, mint a Life of Colgate. Uh, ez a 6000-ből 47, az... Azt a ez tizen... TikTokon is volt erről videó, meg csomó uh, Youtube-os videóban is mondtam, hogy én nem nem támogatom az itthoni délzenét, meg nem is láttam Jogosultságát, vagy létjogosultságát, és ez egyszerűen nem tűnik itthon autentikusnak, és mégis most így meghazudtalom magamat, folyamatosan meghazudtalom magamat a Drielzenével, és igazából kolgéttel egyedül. Tehát kolgétnek teszek egy ilyen kivételt, mert számomra, amit ő csinál, és amit ez az albummal is hoz, ez szerintem iszonyú jó. Tehát, hogy egy másodpercig sem zavar az, hogy most van egy el tudja velem hitetni azt, hogy ő tényleg egy ilyen életet él, és el tudom, ne, nem, nem tűnik erőltetett a szövegelés, mert nyilván a drillzenében azért erőszakos szövegek vannak, meg sok drog content van, tehát hogy nem, nem tűnik nekem abszolút karakteridegennek, és nem tűnik az egész Mind, mind zeneileg, mind flógyileg, mind kontentileg uh, nem tűnik uh, uh, karakteridegennek, és az azért furcsa, és még egyszer visszaszeretnék térni az előző albumára, az első albumára, a Life of colgate gétre, ami szerintem egy elég jó indulattal, egy, egy ilyen közepes, tényleg egy ilyen totál mid album volt, az én olvashatom meg az én fülemnek, mert ott meg ugye ezt az akkori nagyon, vagy most is megy még, de akkor nagyon ment ez a mindenki trapzene, ezt az ilyen basic trapzenét csinálta, és akkor kolgét is így megpróbálta a saját ö, ilyen túl autotúnolt trapzenét csinálni, és így tényleg abban az időben a csapból is ez folyt, és nekem nagyon nagyon nem csúszott akkor, és nem igazán értettem, hogy, hogy mert ha bár mondjuk jók voltak, a, a szövegekben éreztem, hogy ott azért van keresni való, de hogy egyszerűen nem éreztem ott, hogy, hogy most miért kell még egy 500. treplem ezt is csinálni, ugyanazok voltak a feature-ak, mint mindenhol, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon mid, mid album volt, és akkor egyszer csak egy ilyen, 6000 fokos fordulattal rátalált, vagy igazából egymásra talált Colgate és a drill zene, mint ahogy elég sokatok, szerintem én is először ezzel a fajta uh, sound amit ő most csinál, a TikTokon találkoztam, amikor is ugye a 2021 uh, című zenéje, az, ami eszemen nagyot jött, és a semmiből ilyen több millió nézettséget generált már. Szóval az, az nagyon-nagyon betalált, és onnantól kezdve szerintem Colgate is érezte, hogy itt van egy ilyen kis piacirés, ami a drill zene, és ő felvette ezt az imidzset, ezt a símaszkozást, és azóta töretlenül megy előre, és egyre népszerűbb, és ezt tök jó látni, mert, mert szerintem egy tehetséges srác, és nagyon, hát most még úgy mondom, hogy így magyar szinten eredeti az, amit csinált, Tehát, hogy nyilván, hogyha összehasonlítjuk a, a UK driller, akkor driller, meg egyébként van is, van is ismerősöm, aki kint él Londonban, és neki küldözgettem, csak úgy kíváncsi voltam, hogy mit gondol colgate egy ilyen külső szemlélő, és akkor ő, ő mondta, hogy ugye hát a, például a klippek, ami egyébként szerintem is nagyon nagyon profi, meg a beatek is nagyon profi. Egyedül itt a szöveg az, ami mondjuk egy ilyen külföldön élő szemével egy kicsit uh, rezeg a léz, de én, én meg elfogadóbb vagyok ezzel, mert szerintem itthon, meg ez egy unikum, amit, uh, amit tud csinálni Kolgét, és, uh, és ezt a mai napig tartom, hogy uh, hogy ha már drillzenét csinál valaki, akkor itthon, akkor akkor így csinálja. Az például nagyon tetszik az albumba, Amellett, hogy ugye van intro, van outro, tehát hogy van egy szép ö, ö, kerete, de nem ez, az, ami miatt ö, ö, azt mondom így elsőre, hogy királyság, hanem az, hogy ha mondjuk megnézzük a, a Manuelnek az albumát, ami kb. egyszerre jelent meg ezzel, ö, és ott az előző videómban elég sokat beszéltem arról, hogy mennyire sok bőrt lehúz Manuel a az aktuális slágereiről, tehát remixek, ö, ö, tényleg többször rajta van egy ö, adott sláger az albumon. Itt Kolgét fogta, és a 20-21 című tényleg elég nagy slágerét meg például a fegyházat, ami egy másik szerintem highlight, azt így John nélkül kihagyta a lemezről, pedig az egy elég csalogató lehetett volna mind a kettő, és ö, én támogatom ezt a tökösséget, hogy igenis volt két ö, Ö, nagyobbat jövő zenét, és akkor ezeket egy full, full lehagyja, mert hogy valószínűleg nem fér bele az album koncepcióba, és szerintem ez egy ugyancsak egy, egy baromi jó ö, követendő irány. És hogyha azt mondom, hogy ö, az előző albumán mondjuk ö, kicsit bézikek voltak a feature, meg a szokásos ö, arcok jelentek meg, akkor most itt ez a, hát ez a 6000 crew, amit így kitaláltak, vagy nem tudom, amit nyomnak, ami benne van, hogy a Csoki is, aki egy nagyon nagy highlight számomra ezen az albumon ugyancsak, tehát hogy ő is egy kicsit ilyen a semmiből, legalábbis az én, én fülemnek a semmiből jövő olyan arc, aki én meglepően maradandó és ilyen ötletes szövegeket és verzéket tudott letolni, tehát hogy ez is színesítette a, az albumnak a, tehát még számomra ő van, az, az kicsit így, így fellendülés ebből, vagy ki, kilendülés ebből a, ebből a, hát mi lehet mondani, a monoton drill zenét, de hogy ez nem monoton, de ez akkor is egy, egy szerintem egy tök jó szimbiózis van colgate és közben meg echo is csomó, csomó, ideig használják, vagy csomó számba használják, tehát ő is egy, egy harmadik, mert lehet, hogy egy kicsit ilyen tradicionálisabb trap tehát hogy jó a, jó a szimbiózis mindegyik, mindegyik a vendégelőadónál, és egyébként apropó Echo, most volt ugye az Unreal-es kollabja, és hát hát sajnos ott pont lemaradtam a a, a pólóról, amire észbe kaptam már volt pedig úgy terveztem, hogy a mai videóban egy olyan pólóba leszek, de hát ez sajnos ez nem jött össze, pedig tudjátok, hogy én imádom ezeket az ilyen zenekaros mörcsöket, ami még viszont nyilván most én nem tudok nem elmenni, mellette az a Pogány hoffi uh, feature, a Rizikó, uh, ugye amiben benne van Pogány és Beton -Hoffi is, és az egy, pff, hát az egy jó szám, és uh, egy ilyen zárójeles disclaimer, mert többen írtátok uh, a a rapper rangsoros videómban, hogy, hogy mi, hogy most összevesztem a, a betonfival, vagy már nem szerettem, hogy azért egy, 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 olyan, olyan pár sor volt, vagy pár mondatom volt, amikor azt, azt lehetett hinni, hogy én mondjuk neki szólok be, de nem neki szóltam be, csak az egész hype, hype-tól van egy kicsit elegem, nyilván ő, már egy betonfi, az top, top tier, és, és, minden verzéje, meg minden megmozdulása arany, tehát hogy mai napig szerintem nem tud hiány, hi hibázni, de ettől függetlenül ez a, ez a hú, ez az ádi hype, ez már ez kezd, kezd sok lenni. Ön nagyon rossz, hát nem tudok mondani az albumról, egy-két olyan szám van, ami nekem már kicsit így repetatív, meg kicsit így uh, én azt érzem, hogy az, az mondjuk lehet, hogy azt lehagytam volna, mert egyébként ez is egy ilyen elég combos anyag, tehát hogy jó hosszú az album, és egyébként örülök annak is, hogy, hogy több, több mindenbe kipróbálja magát Colgate, mármint hogy beat ügyileg, de ettől függetlenül kicsit vége az volt bennem, hogy és pont akkor, amikor így el, elfáradtak nekem ezek a számok, a Willy villivonka, az egy olyan szám, amit, amit én mondjuk tanánsz kippelni szoktam, hogy azt az, az szoktam magamba gondolni, most ez tök oké, okay, hogy most kiadott egy, egy ekkora anyagot, és hogy ez így, így tényleg így működik is, de hogy ezt olyan meddig lehet tartani ezt a fajta hát ilyen gangster, gangsterkedés, vagy ezt a drill zenén, mert a drill zenének azért megvannak a saját határai, és hogy, hogyha még egy, vagy a következő album az majd, hogy nem, tök ugyanilyen lesz, ugyanezekkel a szövegekkel, szerintem egy idő után az már így, így, így válhat. Tehát, hogy most valami jó, hogy mondjuk az első album után volt egy minőségbeli ö, előrelépés, de hogy ezt, vajon ezt így mindig lehet tartani, ezt a ezt az ugrálást, vagy ennek mi a, mi a teteje, mert egyébként én azt veszem észre, főleg a trap itthon, hogy meg ugye a világba is, hogy az is, hogy kezd így elfáradni, tehát hogy most már így nem, nem igaz újdonságokat, és itt, itt a, ez a drill zene, ez még, ez még inkább egy ilyen szubkultúra, tehát hogy itt is egy kicsit így félnék attól, hogy nehogy így beleragadjon kolgét ebbe a, ebbe a spirálba de hát hogy függetlenül ez most tényleg baromira rendben van, és most nem a jövőről, meg nem is a múltról akarok beszélni, amit a per itt a jelenről, és a jelen az meg az, hogy, hogy valamit így nagyon, nagyon elkapott ez a srác, és tényleg baromi jók a klippek is jók, ezek a, az egész vibe, ami ez a crew körül van, tehát ez nekem nagyon-nagyon csúszik, és, és eredeti is. Max azt tudom mondani, amiben mondjuk talán látok egy kis előrelépési lehetőséget, hogy például itt az album vége fele van a például a Lélek című szám, az, ott például egy, egy kicsit így meglepő, ilyen, ilyen szakszofonos uh, szempől van benne, és az, az is baromi jól állt neki, tehát hogy, hogy szerintem van érzéke ahhoz, hogy, hogy mi, mik azok a bítek, amikbe amikbe ők tud, ők jól tud lubiszkolni, és én talán, hogyha majd mennék egyszer valamelyre, akkor inkább ezekbe az ilyen, ilyen csillesebb dolgok fele mennék, ha már egyszer ez a, ez a drill, drill kifut. Szóval összességében, és most így visszautalok a, az első, az intro számra, ugye a színész, ami a színész címet visel, és abban azt mondja Colgate, hogy hát ő nem egy színész, de hogy közben egy kicsit azt érzem, hogy ez most egy ilyen szerep, ez a, ez a gangster, drogdirelkedés, mondjuk nyilván nem tudom, hogy ő magánéletében is lehet, hogy tényleg ezt csinálja, akkor viszont sorry, már akkor viszont full true, de hogy közben meg, közben meg én azt érzem, hogy, hogy talán egyszer ezeket a, azt a símaszkot is le kell venni, és talán egyszer lehet egy, egy majd egy kicsit ilyen őszintébb, meg mélyebb dolgokról is beszélni ö, az zenékbe, de ettől függetlenül, mint mondottam, ez most nekem tökre működik, és az átlagnál ö, jobb is. Mondjuk azt, hogy hogy tényleg azért, amik, amiket említettem már, hogy ennek van egy ilyen bizonyos műfai határa, ami, ami miatt mondjuk ennél egy ilyen, olyan fú de fú de magas osztályzatot nem fog tudni adni, de szerintem egy ilyen erős tíz per az azzal így, így, mindenki kiegyezik. Én Simon Dahlid voltam, Colgate, KDT és 2023 ban még mindig mindenki rapper, mindenki megregor és mindenki gangster. Ha hát tetszett a videó, akkor lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornára, az előző heti megfejtéseket itt találjátok, amit tudjátok, van Spotifyunk, van Instánk, van Facebookunk, azt is csekkoljátok, jövő héten találkozunk, addig is. Peace!